alkalommal rendezik meg ezt a programsorozatot a Kossuth Díjas író szülővárosában. A kultúrát kedvelők így találkozhatnak az élő magyar irodalommal. Most érdekes előadások, beszélgetés és írás formájában hódolhatnak szenvedélyüknek. A PAD Egyesület tagjai minden ezzel kapcsolatos rendezvényt támogatnak, hogy a város ez iránt érdeklődő lakói is élvezhessék az irodalmi találkozókat. A folyóirat köré szerveződött egyesület, de hát mindenfélét a PAD kiadásán kívül mindenféle irodalmi művészeti rendezvényt szervezünk, részt veszünk mindenben, mint például itt a magas iskolában is, hogy jobb legyen a városban a lakóknak. Fölhasználva az ismerettségünket, sok mindenkit ide tudunk hozni, és az a városnak jó. Az egyesület alapító elnöke elmondta, először még csak az volt a cél, hogy az irodalmat kedvelőknek legyen egy hely, ahol találkozhatnak. Később ez már jóval többé vált. A PAD egyébként is lett az a név, mindenki azt hiszi, hogy valami rövidítés, de nem. Az volt a motto, hogy legyen egy hely, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, és ez a PAD. Hogy ez aztán iskolapad lesz, gyalupad, vérpad, nem tudjuk még, vagy nem tudtuk az elején. De ha a hátába karcolnak egy üzenetet, az már jó, és az emberek beszélgetnek ezen a padon. Ez volt a név apropója. A kezdetektől ott voltak a Mésző Akadémia létrehozásánál is. Már nagyon-nagyon régen elkezdtük pedzegetni, hogy összedől a Mészői tanya. 20 éve, 20, nem tudom, nagyon régen volt. És akkor a város megvásárolta, tehát a kezdetektől ott vagyunk a Mészői kultusz építésében, ami szerintem méltatlan helyzetben volt. És aztán jöttek a rendezvények, a Mészői nap, és akkor kitaláltuk, hogy hát ne csak, mert olyan kicsit rosszkor született Miklós, január 19-én, hogy évközben is legyen valami rendezvény, és akkor kitaláltuk az akadémiát. És hát ez már a 11. éve, hogy hát volt egy mint vírus terjedt a kultúra egy évig, és szervezzük lebonyolításban. Sokszor azért is szerencsés, hogy mi ott vagyunk, mert a nagy cégek, nagy a könyvtár vagy a múzeum bizonyos dolgokra nem pályázhat, nem tud elszámolni, és mi, mint szerény és egyesület, ezt meg tudjuk oldani. Ismerettségünk révén nagyon sok mindenkit ide tudunk hozni, első szavunkra jönnek, örülnek, sőt, hát a várólista van a művészek között is lassan, hogy jöhessenek, mert hát azért az egy hét az korlátos délután, mert az oktatáson van a hangsúly, mert az íróakadémia. Délutáni program, a város is és a hallgatók is, akit csak szeretne. Az első napon a megnyitó után Egyed Zoltán előadását hallgathatták meg az érdeklődők, majd a program a Mészői tanyán folytatódott, ahol a PAD Egyesület legújabb lapszámával ismerkedhettek meg a vendégek. Ha Szekszárdváros kulturális életére gondolunk, ez a magas iskola már szinte szimbólumnak számít. Annak idején, most már immáron több mint 10 évvel ezelőtt, hiszen a pandémia miatt volt egy kis kihagyás, illetve úrás, egy olyan lehetőséget teremtett ebben az országban a kortárs magyar irodalom kedvelőinek és művelőinek, ami akkor azt gondolom, hogy kuriózum volt. Hagyományteremtő szándékkal indították el a PAD Irodalmi Egyesület munkatársai, a Wosinski Mór Múzeum munkatársai, valamint az I.S. Gyula megyei könyvtárban dolgozók, illetve hát a város támogatásával startolt el ez az egész rendezvény. Akkor azt mondtuk, hogy rendhagyó ez az egész, mert valami új keletkezett Szekszárdon. Azóta eltelt bő 10 év, illetve ez a 10. mesterkurzus, ahogy te is említetted, és azt látjuk egyébként, hogy szerte az országban ennek a mintájára hasonló táborok, rendezvények, nyári irodalmi programok most már gombamód elszaporodtak. De mégis kijelenthetjük azt, hogy a szekszárdi volt ez egyfajta kiinduló pont, amelyik mintául szolgált, és azt gondolom, hogy ez óriási büszkeségre adhat okot a városnak, hiszen itt ebben az egyhetes táborban nem csak írni lehet és gondolkodni, hanem mesterektől tanulni, beszélni és beszélgetni, és természetesen egy pohár vörösbor mellett megidézni Mészői Miklós szellemét, ami nem utolsó. És néhány éve adott már az a lehetőség, hogy Porkalábvölgyben meglátogassák a tábor résztvevői a felújított Mészői tanyát,
ott szekszárdi irodalommal és szekszárdi borral ismerkedjenek, leszaladjanak a művészetek háza mellé, hiszen a 100. születésnapon fölavattuk Adorjáni Endre erdélyi származású szekszárdi szobrász művész alkotását, a Mészői Miklós mellszobrot. Így tehát Szekszárd város egyetlen kossuthdíjas írójának most már ilyen jelképe is megtalálható közterületen. Ez egy nagyon jó lehetőség, ahol olyan barátságok születhetnek, melyek megmaradnak, amelyeket az alkotók, illetve a mai magyar irodalom résztvevői a hasznukra fordíthatnak, mondta a Kulturális Bizottság elnöke.